A házi orvosoknál már elérhető az influenza elleni védőoltás, a vakcina biztonságos és a veszélyeztetett célcsoportoknak, a krónikus betegeknek, az egészségügyben dolgozóknak, valamint a várandósoknak mindenképpen ajánlott. Országos szinten 1,3 millió adag védőoltás érhető el térítésmentesen. Nincs influenza aktivitás. Az influenza figyelő szolgálat 43. heti jelentése szerint az elmúlt hetekhez képest még csökkent is az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A betegek jelentős hányada, 42%-a nem gyermek, hanem 15-34 éves fiatal felnőtt volt. Az influenza figyelő szolgálatban résztvevő orvosok a hozzájuk forduló betegektől rendszeresen küldenek mintát virológiai vizsgálatra, így a beérkezett mintákból nyomon követhető az influenza vírusok megjelenése és esetleges terjedése is. A megelőzésben nagy szerepe van a védőoltásoknak, ami már elérhető a házi orvosoknál, ugyanis a tapasztalatok szerint a vírus csak később, december végén és január elején jelenik meg általában, addig lenne célszerű kérni a védőoltást. Minél nagyobb a lakosság átoltottsága, annál kevésbé terjedhet majd az influenza az említett időszakban. A vakcina 2100-2200 forintos áron kapható a patikákban, érdemes azoknak is kérni az oltóanyagot, akik nem jogosultak az ingyenes oltásra. Az idei vakcinát az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján állították össze az aktuálisan veszélyt jelentő baktérium törzsekből. Dr. Kis Csaba, házi orvos a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az iménti képsor azt a gondolatot juttatta az eszembe, hogy csak meg kell kérdezni, hogy milyen az idei influenza elleni védőoltás, hiszen nagyon sokat és sokszor beszélnek arról, hogy milyen az oltóanyag. Hát ez majd kiderül, amikor ténylegesen kitör az influenza járvány, mert ugye hát ez mindig feltételezések, epidemiológiai adatok alapján kerül előre legyártása, illetve hát ugye úgy tervezik meg a vakcinát, hogy amilyen vírustörzsek potenciálisan majd járványt fognak okozni, azokat teszik bele. Az esetek egy jelentős százalékában azért ezt sikerül is eltalálni, azért azt kell, hogy mondjam, úgyhogy reméljük, hogy az idei védőoltás is hatásos lesz. Azt meg kell erősíteni, hogy az, aki tavaly megkapta a védőoltást, idén is meg kell, hogy kapja a vakcinát. Persze, ez évről évre így van, mivel hogy ugye mindig más és más, hát majdnem mindig más és más influenza törzsek okoznak fertőzést, ezért a tavalyi védőoltás az idén feltehetően már nem lesz hatásos. Ezért van az, hogy évről évre újfajta védőoltást is kell, hogy kiadjanak. Milyen oltóanyag összetevők vannak benne általában ezekben a vakcinákban? Ugye egy évben, amikor az úgynevezett H1N1 megjelent, akkor azt mondták, hogy ezt a törzset bele fogják tenni mindig az éppen aktuális vakcinába. Így történt ez most is? Igen, ez most is így van. Jelenleg ugye háromféle influenza törzs van benne, két influenza A és egy influenza B törzs van jelenleg az oltóanyagban. Azt is el szoktuk mondani, hogy jár-e valamilyen mellékhatással az oltás, mert hogy nagyon sokan még mindig a lehetséges mellékhatásoktól tartózkodva nem kérik a vakcinát. Igen, hát ez sajnos általános tapasztalat évről évre, hogy sokan úckodnak a védőoltástól. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy bármiféle mellékhatással járjon, és azok is enyhék szoktak lenni, tehát az oltás helyén esetleg egy kis izomfájdalom, esetleg egy kis hőemelkedés, de az esetek többségében, amit az oltás mellékhatásának tulajdonítanak, az egy utána lévő vírusos vagy bakteriális fertőzés szokott lenni, nem pedig ténylegesen a védőoltásnak a mellékhatása. Az ilyen súlyosabb oltási szövődmény pedig hál' Istennek extrém ritka. Ugye ilyenkor november elején szoktunk arról beszélgetni, illetve hát nagyjából azért november első hetére meg is szoktak érkezni a vakcinák a háziorvosokhoz, és szoktunk arról beszélgetni, hogy időben kell kérni, mert hogy egy bizonyos időintervallum kell ahhoz, hogy ki tudja fejteni hatását az oltás. Igen, szerencsére azért idén is időben megérkeztek a vakcinák, nálunk is a háziorvosi rendelőben már több mint egy hete megvannak az oltóanyagok, és adjuk is a védőoltásokat. Pontosan emiatt, hogy a szezon előtt időben mindenki megkaphassa a védőoltását, mert azért átlagban egy olyan 10-14 napra szükség van
az oltás után, hogy a megfelelő immunválasz az kialakuljon. Jó, de ezért az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nem mindig így van, hogy már novemberben vagy december elején kérik a védőoltást, hiszen ami itt elhangzott, ez az 1,3 millió vakcina, ez vonatkozik a térítésmentes oltásra természetesen, de ez nem szokott elfogyni december végére, hanem utána februárban arról beszélünk, hogy mennyi oltóanyag maradt meg, pedig hát az lenne a jó, hogyha minél nagyobb lenne az átoltottság. Hát az lenne a legjobb, hogyha nem csak ez az 1,3 millió vakcina fogyna el, amit ugye ingyenesen rendelkezéssel, hanem hogyha azok is, akik nem jogosultak térítésmentesen felvenni az oltást, azok közül is minél többen felvenni, ugyanis a járvány kialakulását pont ezzel lehetne megakadályozni, hogyha minél több emberben lenne oltva. Mert ugye, hogyha egy adott populációban, közösségben sokan nem vették fel a védőoltást, akkor könnyebben terjed egyik emberről a másikra a fertőzés. Viszont, hogyha sokan vannak beoltva egy adott betegség ellen, akkor ugye hiába betegszik meg valaki, sokkal kisebb eséllyel találkozik olyannal, akinek tovább tudja adni a fertőzést, ezért maga a fertőzés lassabban tud terjedni, ezt hívjuk ilyen nyáj immunitásnak. Ezen a héten dr. Szlávik professzorral hallgattam egy interjút, ugye infektológus professzor, aki azt mondta, hogy nagyon sok fiatal felnőtt nem fél az esetleges szövődményektől, és nem kéri az influenza elleni védőoltást, viszont azoknak a csoportoknak, amit itt is említettünk, hogy a krónikus betegeknek, az idősebbeknek kérni kellene mindenképpen, mert hogy lehet ez akár végzetes vagy halálos kimenetelű is egy-egy influenza. Ez valójában igaz, tehát akiknek van valamilyen krónikus betegsége, vagy valami miatt gyengült az immunrendszerű idősebb embereknél, fokozottabb az influenza szövődményének a kialakulásának a kockázata. Tehát általánosságban azt lehet mondani, hogy egy fiatalabb egészséges szervezet azért könnyebben elbánik a vírussal, mint az, akinek van valami fokozott kockázata. De pont ezért lenne jó, hogyha minél többen felvennék a védőoltást, mert azáltal, hogy ugye ez a nyáj immunitás kialakul, azok is jobban védve vannak a fertőzéssel szemben, akik esetlegesen valamilyen okból nem tudják felvenni az oltást. Vagy sokkal kisebb eséllyel kapják meg ugye a fertőzést. Említettem én ezt a bizonyos H1N1 vírust, nem véletlenül, hiszen pár évvel ezelőtt itt az egyik szomszédos határmenti megyében, Kárpátalja megyében, és hát lehet azt mondani, hogy Ukrajna más területein is, nagyon sokan megkapták a betegséget, vagy elkapták a vírust, és voltak végzetes kimenetelű esetek is. Igen, Magyarországon is akkor tájt voltak azért súlyosabb szövődmények, főleg ugye várandósok körében nagyon súlyos vérzéssel járó tüdőgyulladások, úgyhogy nálunk is voltak azért komolyabb szövődmények, hál' Istennek azért nem túl nagy számban, de előfordultak. Tehát azért beszélünk ezekről az esetekről, hogyha megkapták volna a védőoltást, vagy ugye a szomszédos megyét említettem, ott az is probléma volt, hogy későn mentek el orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, mert hogy több napon át otthon lázasan azt hitték, hogy milyen mindenféle házi praktikákkal meg tudnak szabadulni a betegségtől. Tehát hogy mi az az időintervallum, amikor mindenképpen el kell menni az orvoshoz, akkor is, hogyha ugye nem vettük fel ezt a védőoltást. Hát én azt mondom, hogy lázas megbetegedés esetén a lehető leghamarabb. Persze, tehát hogyha már magas lázzal járó betegség van, főleg, hogyha ugye emellé még komolyabb tünetek, erős izomfájdalom, levertség, nagyon erős rossz közérzet, vagy még súlyosabb esetben ugye fulladás, nehéz légzés társul, akkor a lehető leghamarabb fel kell keresni az orvost, mert ugye minél hamarabb felmerül a gyanúja annak, hogy valamilyen szövődmény kialakulóban van, minél hamarabb kezdjük el kezelni, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy végül meggyógyulhat ebből. Köszönjük szépen a gyors és fontos információkat, és reméljük, hogy ebben az évben ebből a vakcinából több fog elfogyni. Köszönöm szépen még egyszer. Bízunk benne, köszönöm én is.